Kedves vendégünk ma Molnár Tibor, azaz Trap kapitány, vagy F-man. Két is ismerhetjük, eme három személyiség egyben, mondhatjuk így is. És ez rémelt is, így fogok innentől kezdve bemutatkozni. Trap kapitány és F-man eme három személyiség egyben. Ennyi, tessék. Hogyan jött az ötlete az együttesnek már, mint az image, hogy a többiek ugye elrejtik az arcukat, mert te most már felváltad az igazi arcodat. A többieknek ez hogy jött az ötlet? Alapvetően én nagyon szerettem ezeket a fantasy képregényes történeteket, vagy sima fantasy regényeket és filmeket, és úgy voltam vele, hogyha már egy olyan időzabáló és pénzzabáló dolgot találok ki, mint egy zenekar, akkor éljen ki ezt a fajta játékosságomat is. Másrésztről pedig azt tapasztaltam konkrétan óvodás, bölcsödés, kis babakorom óta, hogy mindig meg kell felelnünk a környezetünknek, mindig alkalmazkodni kell az adott normákhoz, és mi ezekkel a különböző színekkel és maszkokkal próbáljuk azt szimbolizálni, hogy mindenki egy külön szín és egyéniség. Mit jelképeznek a különböző karakterek? Ugye Mirror Man például nagyon érdekes, ugye, hogy ilyen tükör arca van, tehát neki például ez mi lehet? Igazából ezeket már utólag magyaráztuk bele, de mondjuk erre a kérdésre is tudok így válaszolni, mert volt egy belemagyarázás, nem biztos, hogy jól emlékszek, de hogy azt hiszem, hogy talán a zöld maszk az ugye a természetnek a szeretetét, hogy óvjuk a természetet. Van a sárga maszk, az irítségre hívja fel ugye a figyelmet, a tükör maszk az pedig az, hogy nézz a tükörbe és mondj igazat. És így mentünk végig, azt hiszem az összes maszkon, a kéknek és a feketének is volt valami jelentése, de már sajnos nem emlékszem. Viszont a Facebook oldalunkon, a Dashwood Razz Music Facebook oldalon, ott van magyarázat minden maszkra. Milyen stílust képviseltek, mert meghallgattam jó pár számot tőletek, és mindegyik más és más hangzású. Igen, tehát hogy ez is egy ilyen tök beteg perverzióm, hogy mi nekünk az arculatunk és stílusunk az inkább a hangszerelésünkben nyilvánul meg, hogy leginkább ugye basszusgitár, gitár, ilyen elektronikus, wobbly basszusok, elektromos zenei elemek, ének, beatbox, és ugye dob, és hogy ezekből a hangszerekből mennyi stílust lehet megközelíteni, igazából erről szól még a Dashwood Razz zenei világa. Egyedül sétálsz a városban, látod, hogy a nyár még a lányokban. Életre kell és átrobban, az arcodra, mikor a szíved rádobban. Most jött ki nemrégiben a Napfény című klip. Mert tudom, hogy a szám az már régebbi igen, születésű. Igen. Ennek a klipnek a fogatásról tudnál nekünk egy kicsit mesélni, mert nagyon különleges technikával készült ez a klip. Igen, ugye erről a klipről azt kell tudni, hogy ez egy ilyen stop motion time lapse technikával készült, ami azt jelenti, hogy nincsenek benne videófelvételek, csak fotók, és akkor azok a fotók vannak gyorsan egymásra fűzve, és akkor így ad ki egy ilyen mozgóképet. Ez az egész történet kicsit a mekkeleket, meg eleket, meg ezeket a régi bábmeséket idézi ennek a technikának a flash-e. És sokáig készült a klip? Mert azért jó sok képet kellett megcsinálni. Igen, nagyon-nagyon sokáig készült a klip, és hál' Istennek ugye a zenecsatornák azok nagyon szeretik, és úgy látom, hogy amikor vannak ilyen online csártok, vagy bármilyen csártok, listák, akkor nagyon jó helyezéseket érünk el vele, és bízok benne, hogy ez így is marad a jövőben is, új dalainknál is. Hol lehet látni benneteket? Tehát mentek valahol mostanában fellépni? Most voltunk ugye sokat fellépni, azt, hogy a jövőben pontosan hol lesz, a sajnos nem tudom, mert hál' Istennek több projektben is benne vagyok, és konkrétan naptárból élek, tehát van, hogy belenézek, és akkor tudom, hogy tényleg holnap akkor ezt kell csinálni. Mindenki figyelje szerintem a Facebook oldalunkat, vagy a dashwoodrazz.hu-t, és akkor időben informálódnak mindenféle mozgalmunkról. Ha már több projektet említettél, mi a helyzet Tóth Gavival? Szoktatok még együtt dolgozni? Igen, persze, most konkrétan Gavival most készült el párhuzamosan két új nóta is, amit már nagyon szeretnénk a nagy érdemű elé tárni. Az egyik dalt azt már hallhatták is egy tévéműsorban, mint extra produkcióként.
A másik dal, ez is bízunk benne, hogy hamarosan bekerül a rádióba, mert ugye az már egy poposabb történet, és most egy harmadik is íródott, amit most nagy ilyen büszkeségünk, és akkor azt várjuk már, hogy azt mikor készíthetjük el. Ezek milyen stílusúak ezek a dalok? Lényegében ezek is a mondjuk ilyen elektronikus zenét imitálunk folk hangszerekkel, vagy ilyen autentikus hangszerekkel, amikbe azért eléggé belevisszük ezeket a népzenei elemeket is, szóval nem csak olyan zene, mint a Sudressz, hanem még népzenei elemek is vannak benne. És van esetleg arra terv, hogy esetleg egy közös albumot készíteni, vagy vele, vagy külön adás, hogy lesz ki egy új albumot? Én valamiért az albumokban most nem hiszek, én abban hiszek, hogy csak gyártani kell dalokat, és akkor azokat fel kell tölteni YouTube-ra, Spotify-ra, meg mindenféle ilyen internetes felületre, hogy eljusson a hallgatókhoz. Gabi azt szeretne mindenképpen albumot, tehát nem tudom erről lebeszélni, szóval vele biztos, hogy lesz majd egy album, mármint külön így a Tóth Gabi projekttel. Azt, hogy a Sudráznak és hogy a Gabinak lesz a közös száma, azt már rég beszéljük és tervben van, de majd ezt a jövő igazolja, hogy hogy lesz. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, hogy itt voltál. Hát én köszönöm. Úgyhogy további sok sikert kívánok. Viszont, nektek is.